2018 nyarán ismét táborokkal készül a Fehérló Közösségi Ház külön a kisebbeknek és külön a nagyobbaknak. Az intézményben napközis jelleggel reggeltől délutánig vállalják a gyermekek felügyeletét, ezen belül rengeteg érdekes programot szerveznek. A nyár első felében a kisebb gyerekeket várjuk nagyjából, és aztán július második felétől augusztus végéig pedig a nagyobbaknak szervezünk programokat, amik nem is igazán egyhetes táborok, hanem egy-egy tanfolyam, illetve olyan jellegű elfoglaltság, ami az ő életkori sajátosságaiknak megfelel. Tehát gyakorlatilag óvodástól 18 éves korig jöhetnek hozzánk a fiatalok. A nyár első felében a kisebbeknek kedvezve balett és zeneovis tábort szerveznek, ahol testtartást javító gyakorlatokkal, balettpozíciókkal, hangszerismertetővel és sok játékkal várják a gyermekeket. Ezen felül júniusban még gyermek agykontroll tanfolyamot és tánccal színesített bütykölő tábort is szerveznek. Július első felében a tánc kap majd főszerepet, ugyanis három táborral is, Anler, Break és a minden évben valami különlegeset nyújtó musical tánc táborral várják a mozogni vágyókat. A musical táborunkban ugye eddig volt görög, középkori, tavaly volt egy kalózos tábor, idén pedig afrikai tábor lesz, tehát afrikai jellegű kézműveskedés, illetve afrikai táncot fognak a gyerekek tanulni, amit aztán a szülők nagy örömére bemutatnak. A tánctáborok után július második felében indul az úgynevezett lélekgyurma, ami egy önismereti tréning. Azt követően kézműves tábor indul, ahova az ügyeskező, alkotni vágyó gyermekeket várják. Bütykölő táborban a nyár legkedvesebb dolgaival ismerkedünk meg, azzal a szépséggel, ami körülvesz bennünket. A nyár utolsó hónapja gyermek jobb agyféltek és rajz és képességfejlesztő tanfolyammal indul, majd pasztelkréta, pasztelceruza színes tanfolyam lesz és akrilfestő tanfolyam. Augusztus második felében pedig a kicsit idősebbeket várják szintén jobb agyféltek és rajz tanfolyammal. Az azt követő programon pedig a tanulás segítő technikákkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A táborok sorát pedig a mandala festő tanfolyam zárja majd. A Fehérló Közösségi Ház nyári táboraival kapcsolatos információk elérhetőek az intézmény honlapján.